Köszöntöm a megjelent vendégeket, szülőket, tanárokat, a végzős diákokat. Kérem Önöket, hogy mobiltelefonjaikat a rendezvény időtartalmára kapcsolják ki. Köszönöm. Tisztelettel felkérem Hánerné Féth Gabriella, megbízott igazgatónőt, tartsa meg ünnepi beszédét. Kedves végzős diákok, tisztelt szülők, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium szalagavató ünnepéjén. Intézményünk életében megszokott, mégis mindannyiszor felemelő ünnepi alkalom ez a mai esemény. A mai napon 72 végzős diákot avatunk fel az apró szalagokkal, melyeken a gimnázium évek kezdetét és végzőt jelző évszámok olvashatók. Ez a szalag jelkép, amely sok jelentést hordozhat. Az elmúlt évek lezárásának és egy új kezdetének a szimbóluma. Elválaszt a gyerekkortól, a diákévektől, és össze is köt benneteket, kedves diákok. Azokkal a barátokkal, akikkel együtt töltöttétek a gimnáziumi éveket, amelynek élményei, higgyétek el, sok-sok év után is elevenen élnek majd bennetek. Ez a szalag azonban arra is figyelmeztet ma, hogy megkezdődik a visszaszámlálás az érettségig. Az elkövetkezendő hónapokban nehéz döntéseket kell hoznotok. Hogyan legyen tovább? Mennyit kell tanulnom ahhoz, hogy elérjem céljaimat? Jó döntök a továbbtanulással kapcsolatban? Figyelembe vettem a kínálkozó lehetőségeket, ugyanakkor önmagam korlátait is? Azt az utat választom, amiben igazán sikeres lehetek, majd egyszer. Elégedett, boldog ember lehetek így egyáltalán.
Nagyon remélem, hogy a boldogulás útjának meghatározó mérföldkövei voltak a Kisfaludiban eltöltött évek. És kaptatok itt annyi útravalót, megerősítést, tudást és odafigyelést, amely elegendő lesz ahhoz, hogy mindenkor meg tudjátok állni a helyeteket a világban, hogy az élet útvesztőjében is rá tudjatok lelni a helyes útra. Bíznotok kell magatokban és bennünk, tanáraitokban, szüleitekben, akik mind azon fáradozunk, hogy ti a legjobb döntést hozzátok meg. De azt is tudnotok kell, hogy ez itt már a ti életetek, a ti döntéseitek. Nem várhatjátok már mástól a bölcsek kövét. Mérlegeljetek, hallgassatok meg másokat, de a döntéseket már nektek kell meghozni. És bízni kell abban, hogy az számotokra a legjobb megoldás lesz. Ez itt már a felnőttek világa. A feltüzendő szalag arra is figyelmeztet, hogy a jó döntéshez sok ismeret szükséges a külvilágból, a külvilágról, de magatokról is. Tisztában kell lennetek eredményeitekkel, erényeitekkel, hiányosságaitokkal, és akkor kellő önbizalommal bizonyára sikerül olyan pályát találni, amelyet örömmel, lelkesedéssel, kreatívan végezhettek. Az élet vár rátok, hogy megvalósíthassátok az álmaitokat. Merjetek álmodni, de azt is tudjátok, hogy az álmok megvalósulásáért tenni is kell. És azt sem ígérhetem, hogy ez az út döccenőktől és akadályoktól mentes lesz. Kedves kisfaludisok! Ezt a szalagot viselni megtiszteltetés és egyben felelősség is. Hiszen egy nagy hagyományokkal bíró, elismert iskola diákjai vagytok, melynek jó hírét csak akkor tudjuk fenntartani, ha közösen teszünk is érte. Büszkeséggel töltsön el benneteket az, hogy immár egy 85 éves iskola diákjai lehettek, hogy ti is hozzájárulhattok iskolánk hírnevének öregbítéséhez. Mindenki a maga tehetsége és tudása szerint. Kedves diákok! Már a mai nap a ti ünnepetek, ne feledkezzetek meg arról, mennyit köszönhettek szüleiteknek, nevelőiteknek. Becsüljétek és tiszteljétek azt a rengeteg áldozatot, amit értetek hoztak, hogy gimnáziumba járhattok, érettségizhettek, tovább tanulhattok. Néhány évvel ezelőtt a Kisfaludiba való beiratkozással vállaltátok iskolánkat, mi most a feltüzendő szalaggal a külvilág felé is büszkén vállalunk benneteket. Viseljétek méltósággal ezt a felnőtti avató jelképet. Ma beléptek a szalagot viselő diákok népes táborába, akikről mindenki messziről látja, hogy érettek a megmérettetésre, akiket irigyelnek a kicsik, az alacsonyabb évfolyamon tanulók. De ez kötelességekkel is jár, mindent meg kell tennetek azért, hogy a lehető legjobban felkészüljetek az érettségére, hiszen ezen is múlik, hogy terveitek valóra válnak-e. Szabó Pál szavaival búcsúzom. Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, most valóra válhat minden, ami szép. Az élet, a munka tárt karokkal vár, s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll. Köszönöm. Az ünnepélyes avatás következik. Hagyományainkhoz híven először a végzős évfolyam egyik kiemelkedő tagja tűzi fel a szalagot az igazgatónőknek, Nádasdiné Szanyi Juditnak, aki szintén búcsúzik a gimnáziumtól, hiszen a nyugdíjazás előtti szabadságát tölti. Idén a szalagtűző diák megtisztelő szerepét a 12. C osztályos Hegedűs Zsófia érdemelte ki. Felkérem a tanulót, hogy tűzze fel a szalagot az igazgatónőnek. Kérem az igazgatónőt, hogy avassa fel a végzős osztályok azon képviselőit, akik tanulmányi munkájukkal, példamutató magatartásukkal és közösségi munkájukkal érdemelték ki ezt a megtiszteltetést. Lépjenek elő a következő diákok. A 12. A osztályból Rácz Alexandra. Thank you.
12. B osztályból Leister Henriett. A 12. C osztályból Hegedű Zsófia. Ezután az osztályok képviselőit kérem, hogy tűzzék fel a szalagot az osztályfőnöküknek. A 12. A osztályban Gróf Józsefné, Hári Gabriella tanárnőnek. A 12. B-ben a CNE Göndött Szilvia tanárnőnek. A 12. C-ben Rázsics Zoltán tanár úrnak. Megkérem az osztályfőnököket, hogy a szalagtűzéssel avassák fel az érettségére készülő tanítványaikat.
kedves vendégeink! Hagyományainkhoz híven az ünnepélyes szalagavató után szórakoztató műsorral mutatkoznak be a végzős diákjaink. Amíg ők felkészülnek, addig a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola Total Brass fúvós együttese játszik önöknek. Thank you.
Lesz a színpad. Fogadják őket sok szeretettel. Mi lesz szaladabaton? Mikor lesz? Kéne valami videó, nem? Nincs is az a sérül. Táncoljunk velem. Mi az a videó? Jákárt is elvenni. Yeah.
pocket, that's the taste. Don't give it, it's outrageous. Just confess your girl, I think that we F-R-E-S-H, we fresh. E-E-F, that's right, we different. Definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, time, turn me up, time, turn me up. Yeah.
Amigas, que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party.
to keep her warm in time is frozen. We'll see you play as we never.
Thank you.
akarok. Lesz a kiképző tisztű. Keresztény utasításait. Figyelj! Emberek! A hatéves kiképzésük alatt számos küzdetésre teljesíteniük. A cél, hogy a legjobbakká váljanak. Megtanulni a kurierit a közoktatás dzsungelében. Van nálunk két állandó parancs. Egy, készüljenek minden küldetése. Kettő, mindig legyen felszerelésük. Értették? Igen, uram, igen! Vigyázz!
My heart can't take this damage, and my
Egy bécsi keringő zárja majd. Amíg a táncosok felkészülnek, kérem hallgassák meg a Total Brass-tól az Aladdin és a Kánkán című számot. Thank you.
Pazar Hajnalka, Bognár Péter. Vécl Ivett, Pávkovics Kincső, Andok Viktor. Zsivkovics Nikolett, Policsek Rebeka, Katos Roma. Tábori Flóra, Erdő Krisztina, Zatics Gergő. Gájer Tamara, Hegedű Zsófia, Stubolicki Marcell. Kamerer Martina, Darné Mirella, Vészmond. Somi Blanka, Jelányi Kata, Hidasi Roma. A táncot Pomaházi Tamás tanár úr tanította be. A Mohácsi Kisfaludi Károly Gimnázium szalagavató műsora ezzel véget ért. Köszönjük a szervezőknek, a közreműködőknek az áldozatos munkát, a ballaktató osztályoknak és tanárainknak a sok segítséget, a szép dekorációt, és önöknek pedig a kedves vendégeink a megtisztelő figyelmet. Thank you.